Januárban a Harkai határátkelő közelében, néhány héttel később Tatabányán, március elején Ózdon, júliusban a Baranya megyei Nagyharsányban, tegnap éjjel pedig megyénkbe történt rendőrgázolás. Az esettel kapcsolatban a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét, Tamás Kovács Andrát kérdeztük. Mit lehet tudni a tegnap éjjel történt rendőrgázolással kapcsolatban? A 22-es számú főút 1-es kilométer szelvényénél 2022. szeptember 6-án a kora esti órákban egy személyisérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. A helyszínelésben résztvevő forgalomirányító rendőrt egy arra közlekedő 29 éves tereskei lakos elütötte. A balesetben az egyenruhás kollégánk a helyszínen megsérült. Ellátogattunk az érintett útszakaszra, a 22-es főút elejére, ahol már nem látszódnak a tegnap éjjeli baleset nyomai. Az Országos Mentőszolgálat sajtóügyeletesétől azonban megtudtuk, hogy a helyszínre azonnal a legközelebbi mentőkocsit riasztották, és a rendőrt a helyszínen ellátták, további vizsgálatok céljából pedig kórházba szállították.